Arról szeretnék mesélni, hogy mi az, ami egy kronobiológiai elemzésből megtudható. Ugye a kronobiológia pszichogenetika egy orosz személyiségtipizáló módszer, amiben vannak, tehát háromféle szinten vizsgáljuk az embereket, fizikai, érzelmi és intellektuális szinten. Ugye amikor megszületünk, akkor elindulnak ilyen hullámok az életünkben, és akkor egy fizikai hullámot, az 23 nap alatt, 28 nap alatt egy érzelmi hullámot, és 33 nap alatt pedig egy teljes intellektuális hullámot teszünk meg. Ugye amikor a nullaponton keresztül megy ez a hullámvonal, akkor azokat kritikus napoknak élhetjük meg. Na most az én esetemben például, amikor ilyen körülbelül érzelmileg gatya vagyok, tehát hogy nagyjából azt jelenti, hogy ilyen síros vagyok, feszült vagyok, nagyjából önmagam számára is elviselhetetlenné válok, akkor általában rá szoktam nézni erre a rendszerre, és akkor nem jutott eszembe, hogy bioritmus, nem most eszembe jutott, tehát hogy le tudsz tölteni egy ilyen ingyenes appot, beírod, hogy bioritmus kalkulátor, és akkor szépen a születésnapod alapján megmutatja, hogy aznap éppen hogyan állsz. Na és akkor meg szoktam nézni ezt a bioritmus kalkulátort, és akkor mindig szembesülök azzal, hogy hopp, érzelmileg éppen kritikusan, tehát a nullán vagyok. Na, az mindig akkor az a kezelhetetlen állapotom. És akkor egyébként meg, az is látszik ugye, amikor így a hullámvonalad lentebb van, hogy akkor viszont nincs energia azon a területen. Mit is jelent ez? Tehát mondjuk fizikailag, amikor nagyon a mínusz részekben lődöröksz, hát akkor nem ennyire gerecse 50-re, mert nem annyira neked való, tehát akkor fizikailag nem vagy terhelhető. Ha mondjuk intellektuálisan vagy lent, akkor mondjuk az egy vizsga időpontjára nem annyira szerencsés, bár az a szerencse, hogy van egy ilyen intuitív görbénk is, és például nekem, most pont a vendégemmel néztem az én, vagy mutattam neki az én táblázatomat, és akkor láttam, hogy intellektuálisan egyébként a béka segge alatt vagyok, tehát hogy így logikából nem annyira tudok működni, viszont intuitíve meg egészen magasan vagyok. Tehát ez azt jelenti, hogy lehet, hogy nem emlékezetből, meg a meglévő tudásomból fogok tudni jó dolgokat mondani a vendégemnek, hanem egyszerűen így jön az intuíció, és akkor ott van. És nem az van, hogy most én emlékszem arra, hogy egy adott, mit tudom, szangvinikus vagy flegmatikus szangvinikus típus az milyen, hanem egyszerűen csak jön a tudás, és akkor pont azt fogom neki mondani, ami egyébként valójában nagyon betalált. Tehát nagyjából így néz ki ez a bioritmus történet, és akkor ez alapján ugye felállítható egy adott emberről az, hogy az energetikai rendszere hogyan áll föl. Tehát meg tudom azt állapítani, hogy a gyökércsakrában mennyi energetika van, ez a komplex energia, amivel gazdálkodni tudsz, illetve látom, hogy az azt követő csakrákban hol mennyi energia van. De most nyilván, ahol nagyon sok energia van, egyébként az ott egy veszélyzóna, olyan szempontból, hogy ott mondjuk ilyen akut problémák alakulhatnak ki, tehát akinek mondjuk egy szívcsakra energiája nagyon-nagyon magas, akkor ott azért nagyon érdemes odafigyelni arra, hogy ott van ilyen valami kis félreütés, vagy ilyen nyomás, vagy valamilyen érzés, na akkor azért el kell lavírozni az orvoshoz, és mondjuk ezzel jó tisztában lenni, mert lehet, hogy egyébként egy szangvinikus típus, aki azt mondja, hogy legyint rá, és mondjuk egy szangvinikust akkor visznek kórházba, amikor már a hajánál fogva húzzák be, meg amikor már nagyjából félholt állapotban van, de amikor tudjuk, hogy ott azon a területen probléma lehet, akkor mondjuk egy ilyen típusú ember is tudja azt, hogy hoppá, itt most erre figyelni kell, ezzel nem lehet szórakozni, ha a hasamnál van valami vacakolás, az elmegy, de ha itt a szív területén, akkor menni kell, és pont. Tehát, hogy szépen látszik az, hogy hol van esetleg egy kicsit túlműködés, ami egy ilyen akut problémát okozhat, látjuk azt, hogy hol van egy picit alacsonyabb energetika, ott meg inkább a krónikusabb problémák tudnak előjönni, ami olyan jó alattomos, hogy egy jó sok ideig észre sem veszed, hogy ott valami zajlik, csak amikor már ott van a tünet, és akkor már azért alapvetően az a betegség az ott jól kialakult. De akkor, amikor tudom nagyjából ezt így előre, amikor még nincs baj, hogy mi az, amikre figyelni kell, akkor pici jelek azért mindig vannak, és akkor ezekből a jelekből meg lehet azt tudni, hogy na itt ezzel most dolog van, és foglalkozni kell vele.
Tehát, hogy ezt tudjuk megnézni, illetve látjuk azt is, hogy még a jobb és a bal testfél milyen viszonyulásban van egymással. És akkor mondjuk értem azt, hogy miért mindig a jobb oldalamon sérülök, mert mondjuk ott kevesebb egy picit az energetika. És olyankor, amikor nagyon nagy a különbség energetikailag a két fél között, akkor viszont érdemes odafigyelni, mert akkor ott például ott kicsit a csontokra, ízületekre érdemes odafigyelni, illetve a lugosításra, és akkor szépen egyensúlyba tudom hozni a rendszeremet. Tehát ez mondjuk egy ilyen fizikai állapotot tudja megmutatni ugye az első két markát. És akkor mondjuk a következő kettő, itt a szívcsakra meg a torokcsakrának az energetikája, ez meg például meg tudja azt mutatni, hogy az én szeretetedényem az mondjuk mennyire van tele, és ebből a szeretetedényből én mennyit adok ki másoknak. És akkor ma például volt egy önfeláldozó vendége. Az önfeláldozó típusra például az rendkívüli módon jellemző, hogy ő aztán mindent mindig a csoportért, mindent mindig másokért, tehát a családért, a kollégákért, a munkáért, a nem tudom, a társadalmi közegért, és a legutolsó ő saját maga. Tehát ez mondjuk azt jelenti, hogy mindenkit előtérbe helyez, és amikor ő már rendkívül-rendkívül enervált és szorul van, na akkor kezd el gondolkodni, hogy valamit kéne, egy kis gyógyteát, egy kis pihenés, egy kis valami, mert hogy nem önmagával foglalkozik. Tehát erre nagyon kell figyelni, hogy ez az egyensúly meglegyen, és akkor ugye itt az érzelmi markerekből látszik az, hogy kinek mekkora energetikája van, amivel tud mondjuk a másik irányába viszonyulni. Tehát például egy hideg típusú ember, akire úgy ránézel, és azt is gondolod, hogy na, ő egy picit ilyen jégkirálynő, ő neki nagyon-nagyon alacsony a szívközpontban az energiája, és ez nem fogja azt jelenteni, hogy ő benne az érzelmek nem dúlnak. Ő benne az érzelmek elképesztő módon dúlnak, de ezt nem tudja kimutatni, nem tudja kiadni, mert abból a picike energiából ő, ha kiad, akkor arra ő rámegy. Tehát neki ezt vissza kell szépen fognia, és olyan kicsit ilyen poker arccal kell léteznie, azért, hogy egyáltalán életbe tudjon maradni. És akkor ugye vannak azok a típusok, mondjuk aki a szenvedélyes típus, az meg innentől ideig az amplitúdok között tud ide-oda csapódni, és nagyon-nagyon meg tud élni mindent, és így rádborítja az érzelmeit. Te meg mondjuk, ha egy hideg típus vagy, akkor köpni-nyelni nem tudsz, hogy úristen, most én ezzel mit kezdjek? Tehát, hogy ezt így nem tudom se fogadni, se befogadni, se feldolgozni, mert hogy ez nekem így nagyon sok. Tehát amikor egyszerűen a másikkal valahogy olyan furcsán vagy, akkor egyszerűen arról beszélünk, hogy más módon tudja ugye az érzelmeket fogadni, illetve adni, és másra van szüksége. Tehát, hogy egy kapcsolatban például mindig ezt kell jól megtaláljuk. És akkor ugye a harmadik marker, ez ugye az intuíció és a logika, és akkor ebből például nagyon szépen látszik, hogy ki az, akinek csak így tük-tük-tük így jönnek az ötletek, és akkor mondjuk így körülbelül azt mondod rá, hogy úristen, ő egy zseni, és megkérdezed, hogy most ezt miért így kellene megcsinálni, és nem fogja tudni megmondani, mert hogy nem logikából hozta le az egészet, hanem egyszerűen intuitív lejött neki az információ, ő neki összeállt egy egységgé, mert átlátja az egészet, és akkor szuper dolgokat, új dolgokat tud feltalálni, kitalálni, teljesen új megoldási dolgokat tud behozni, mondjuk akár egy munka folyamatba, vagy mondjuk egy család életébe. És akkor mondjuk van az a típus, aki meg ilyen veszettül átgondol mindent, és akkor így 680 féleképpen, és akkor úgy mindent végigjel, és jól megrágcsálja, na ő az, aki nem nagyon fog csinálni semmit, mert csak jól gondolkodik. És például az én férjem ilyen, hogy 28 millió módon átgondolja a dolgot, és amikor már egy fél éve jól gondolkodott rajta, akkor így úgy érzi, hogy végül is ez már meg is van oldva, de közben meg nem csinált semmit, csak gondolkodott. Na, és akkor jön itt egy gyakorlati gondolkodó feleség, aki meg még igazából ki se világlott a probléma teljesen, hogy most miről is van szó, de már megvan a megoldás, és már meg is csináltam, és már régen is felejtette, ez a hajrá, hajrá, ne szarozzunk, haladjunk, és akkor én mellé mondjuk bekerül egy ilyen gondolkodó férj, és mit csinálok? Megörülök.
konkrétan, hogy történjen már valami, mert hogy ezt nem lehet kibírni. Na, ilyeneket lehet a kronobiológiából megérteni, tehát most nagyjából így összezanzásítottam ebbe a 10 percbe, hogy mit fogsz tudni, mit tudsz meg magadról, ha jössz hozzám egy elemzésre, mit tudsz megérteni mondjuk egy párkapcsolati dinamizmusban, vagy akár egy szülő-gyerek kapcsolatban, egy munkatársi kapcsolatban, tehát nagyon-nagyon sokat tud abban segíteni, hogy megértsem azt, hogy a másik igazából nem velem szarakodik, hanem ő olyan, és nem tud másmilyen lenni. Hogyha felkeltettem az érdeklődésedet, akkor Tatán vagyok egyébként elérhető, illetve hirdetek meg budapesti időpontokat is a Bartók Béla útra, vagy pedig online ez rendkívüli jó módon működik. Úgyhogy nagy szeretettel várlak elemzésre, 15 ezer forint egy ilyen kronobiológiai elemzés, és nem kell hozzá más, csak a születésnapod, úgyhogy nagy szeretettel várlak.